egész országban megrendezik a házasság hete rendezvénysorozatot, mely Veszprémben a református új templomban bemutatott Isten tisztelettel kezdődött meg február 7-én vasárnap. A gyülekezetbe tartozó 7 gyermekes Kinde házaspár tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlevők, köztük Porga Gyula polgármester és felesége is. Amikor igen mondunk egy kapcsolatra, fiatalon nem tudjuk, hogy mire mondunk igen. Akkor esetleg van esélyünk, ha jó példát hozunk magunkkal. Látjuk a családunkban, ahogy a szüleink élnek. És arra kell készüljön minden fiatal házasodni készülő pár, hogy akkor igen mond, az ő élete és a gyerekeink keresztül fog majd értelmet élni, olyan értelmet, és hogyha ők a példájukkal előjárnak, a gyerekeik abból meríthetnek. Hogy én mire mondtam igent, nem is tudtam én sem, hogy mire mondok igent, de most már egyértelmű, én az életemre mondtam igent. Nem csak egy házastársat, egy egész életre szóló partnert kaptam tündérben, hanem a Jézusi szeretetet is ő hozta be az életembe. 7 gyerekünk van, és az az érdekes, hogy ahogy ők kirepülnek, ők nem kevesebb lesz a gyerekünk, hanem mint többet, mint hoznak egyet-egyet. És ha már hoztak egy-egy gyereket, akkor el kellene hozni unokát is, és most már unokánk is van 3, és ez így egy csoda. Ami nagyon fontos, és ez nagyon kapcsolódik ehhez a házasság hetihez, ehhez a mottóhoz, amivel itt elindultunk, hogy nem szoktunk gondolkozni a házasságunkon a hétköznapokban. Azon sem nagyon szoktunk gondolkozni, hogy mi 32 éve vagyunk házasok, hogy ez sok kevés, tehát mit gondolhatnak azok, akik ennél sokkal több ideje élnek házasságban, mit gondolhatnak a házasságban azok, akik ennél sokkal kevesebb ideje élnek házasságban, mit gondolnak a házasságban azok, akik már rengeteg éve élnek együtt, de nem tudják, hogy akarnak-e házasságban élni, meg ott vannak ugye a nagyon fiatalok, akik meg ott billegnek, hogy akkor most nagyon jó legyen. És nagyon fontos számunkra is, mert úgy gondolom a világ számára is, hogy ezeket a házasságokat minden nap neki hozzák elni. Majd Závodi Zsuzsanna lelkész megáldotta a jelenlévő házaspárokat. A házasság hete eseményei a héten túlnyomó részt online térben lesznek elérhetőek, a helyi televízió mellett az érsekség YouTube csatornáján is.